Szavaztok. Itt vagyunk megint a barlangban. Megint egy szerelős videót fogunk létrehozni. Méghozzá áldozati bárány nem más, mint egy Oleomag 941C típusú láncfűrész, ami nem akar elindulni. És hát amikor ide hozták, én azért úgy megnéztem, próbáltam ugye indítgatni, és rögtön feltűnt, hogy nagyon könnyű a berántó zsinót meghúzni, és csak húgyúzik a gép, tehát gyenge a kompresszió, illetve folyik a benzin belőle, meg az olaj, meg a tököm tudja, megnyomod a primer pumpát és ömlik a benzin, és így valószínű, nek tartom, hogy befalsolhatott a gép, vagy pedig a rossz karburátor beállítás miatt, illetve a, igen, ezért a, mivel hogy folyik a benzin, az valószínű, hogy ilyen lukas üzemanyag csőre ad gyanakvásra okot, és ha ugye az üzemanyag cső, ha ki van lukadva, akkor ott már a karburátor sincs toppon, és hiába állítgatod, nem biztos, hogy jó lesz a gépnek. Illetve nem is mindenki tudja állítgatni, ugye a helyzet a következő, elment a kompresszió, tehát nincs szerintem a megfelelő sűrítési arány a motorban. Úgyhogy az van, gyerekek, hogy el kell bontanunk ezt a gépet, meg kell bontani, nem el, csak megbontjuk. Nagy valószínűséggel, ugye ez egy műanyagházas gép, szét is kell bontanom nagy valószínűséggel, mert a műanyag kasznisoknál ugye egybe van benne a motorblokk, amit ha hozzá akarunk nyúlni, akkor azt bizony ahhoz, hogy ki tudjuk venni, ahhoz szét kell szedni. Na most valamennyit szót ejtsünk a gépről, ugye Oleomag 941, 9-es széria, 41, ugye a 40, ugye volt talán a 940-es ezelőtt, ezután meg már az hiszem a 410-es van, de szerintem ez a modell, ez egy kurva jó modell, amúgy meg, nekem nagyon tetszik. Most majdnem sikerült vásárolnom egyet, de elvitték az orrom elől. Na de mindegy, majd bepottyanik. Azt kell tudni róla, hogy bár a gyártó az elvileg hobbi láncfűrésznek titulálja, de én azt mondanám, hogy ez simán elmegy a univerzális osztályba, besorolásba. Ugye itt már rugós rezgéscsillapítás, illetve üzemanyag szivattyú, apró kis izék vannak, már luxus dolgok rajta. Gépnek a motorja az pedig, hát mondanám, hogy kereken 40, de nincs annyi. Azt hiszem, hogy 39 köbcenti körül van, és kereken, amennyire kerek lehet, kereken 2,5 paci, ami szerintem egy egészen jó kombináció, 40 köbcenti, 2,5 lóerő, illetve nagyon okosan 3/8-os pikkó vágó szerkezettel van gyárilag szerelve, nyilván ez a vezető, ez már nem a gyári. Én azt gondolom, bár elképzelhető, hogy gyárilag karton vezetőt rakhattak rá, fene tudja, de nem hinném.
Ez egy, különben egy egész jó cucc. Nekem volt ilyen, egy Husqvarna 357 XP-n és két szezont kiszolgálta. Úgyhogy nem szar a karton. Kár, hogy már nem lehet nagyon kapni újonnan. Azt hiszem beszüntették, hogy nem tudom, hogy nem forgalmazzák itt. Hát térjünk vissza ide. Olajos makra. Ugye 941C. Egy rendkívül könnyű 4-4,5 kg egyébként neki a száraz súlya a gépnek. Ugye száraz súly alatt mit értünk? Vezetőelemez lánc, illetve üzemanyagok nélkül. Tehát nem kell itt ugye azt gondolni, hogy így az egész 4,5 kg, bár meglepően könnyű így is ezzel a 40 centis 3/8-os szereléssel. Mondanám, hogy extraként még befigyel a oldalt állítható láncfeszítés nek a helye, de amúgy meg nem az, mert ott van a láncfeszítőcsavar, mert kicsit átbaszavos. Úgy látszik, hogy ez a decknél ez ilyen univerzális lehet, vagy a fene tudja. Lehet, hogy volt olyan kiadás, amire az oldalt állítható láncfeszítőt alkalmaztak, és ugyanez a dekné, ugyanez a forma lehet. Na, nézzünk bele egy kicsit. Végszűrő fedél, egészen könnyen. Van ez a oleomakfű részeknek, megvan ez a táncolás. Tehát most nem azért, ne és se félre senki, de mindaféle olasz, érted? Benne van a lábába a bugi, meg a Dolce Vita. Na gyerekek, itt van egy ilyen érdekes légszűrő fedél. Ebben benne van a ház magában a fedélben, tehát a légszűrőnek a háza. Érdekes. És ez így néz ki. Hát szerintem bőven elég egy 40 köpcis motornak. Így néz ki egy nagy vonalakban. Mondanám, hogy ilyen, meg olyan, meg ehhez hasonlít, de semmihez nem hasonlít, egyedi, el lehet mondani. Hát, egyedi. Úgyhogy ennyi. Szerintem, hogy nagy vonalakban mindent elmondtam, a kompresszió az gyenge. Tehát gyenge a kompót, ráadásul egy kicsit szorul is. Tehát ahogy húzod, egyfolytában feszül a, mi a neve, a főtengely, tehát valamibe akad, nem akad, hanem tehát feszül a főtengely, elképzelhető, hogy a dugattyú, meg a henger fala, hát mindegy, szétbontom, aztán meglátjuk, hogy mi a helyzet ott a burkolat alatt mi van, kifordítjuk a bundáját, aztán mindjárt meglátjuk, hogy mi a helyzet. Henger dugattyú, én arra tippelek, ugye első nekifutásból. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, hanem a szokott módon. Jöjjön a zene, illetve a videó sorozata gép bontásáról.
helyzet a következő. Magyarán megmondva, ennek bebaszott. Hát... Ja. Ugye, akinek már néhány ilyen láncfűrész átment a kezén, hengerhibás láncfűrész, úgymond, volt a kezébe, az már úgy a legelső benyomásnál, a berántó fogantyúnak a berántásnál már érzi azt, hogy hol van a probléma. Ugye ezt úgy hívják, hogy a rutin meg az évek. Hát 10x év után elmondhatom, hogy igen, beigazolódott a sejtésem újfent. A hengert ezt már meg sem mutatom, mert az már itt tázik, ezt már beraktam ide, ugye mindent beraktam ide már. Ez én saját receptem alapján készített oldószeres langyos vizecském. Egy páran kérdeztétek már, hogy mivel szedem le a trutymót. Hát kurva egyszerű, olyan, mint amikor a levest főzöl, érted, aztán jó, annyi, hogy ezt nem kell megkóstolni, tehát úgy érzésre raksz bele egy kicsi ilyet, kicsi olyat. Tehát itt elsősorban ultraderm, a jó öreg por alapú, illetve ultrapor, ultraderm por, kálisó, ilyesmi. Ebbe 16 óra, aztán a kurva anyját is leszedi róla, tehát bármi nemű műanyag, illetve aluházos gépet simán bele lehet tenni, nem lesz semmi baja, csupán a szennyeződéseket marja, tisztítsa le. Persze az nem azt jelenti, hogy nem kell utána még átkefélni, meg még langyos vízbe megöblögetni, meg stb. De hát ugye van ez a hülye teória, hogy a víz nem etesz kárt ebbe meg abba, hát bazd meg, benned se tesz kárt. Te is minden nap ugye megfürdesz, bár ha vagy annyira igényes, ugye? Hát reméljük, hogy vagyunk annyira igényesek, ugye napi szinten megfürdünk, mégis itt vagyunk. 20, 30, 40, 50, akár 60 év után is, és nem tett bennünk kárt a jó öreg víz. Na, visszatérve, kanyarodva itt a dologra, az a nagy bani helyzet, hogy én nem fogok ezzel szarakodni, ezzel a hengerszettel, az biztos, hogy nem fogok, és meg sem fogom próbálni, hogy kipolírozzam, vagy valami, mert olyan, hát most már nem tudom megmutatni, hogy ugye beáztattam, de hogy belenyúltam körömmel, akadt elég rendesen, tehát barázda van két helyen is. Elképzelhető, hogy a gyűri stiftek okozták. Fene tudja. De a lényegben az ugye, hogy ömlött az üzemanyag belőle, ahogy a primer pumpára rápumpáltál, ugye, mert ez a pumpa, ez valójában sokan, a mai napig nagyon sokan összekeverik a szivatóval, tehát nyomkálják össze-vissza 15-ször, meg 20-szor, és nem indul a gép, csak aztán az nem jut eszükbe, hogy félgázra kéne rakni, meg ilyesmi, ugye. De valójában a primer pumpának az a egyetlen funkciója van, hogy a karburátor, illetve az üzemanyag tank között cirkuláltatja az üzemanyagot, tehát megspórolsz vele egy olyan 5-6, normál esetben egy 5-6, ja, hogyha jó a karbid, akkor el lehet mondani, hogy olyan 5 vagy 6 vagy 7 berántást megspórolsz vele, mert megnyomod 3-szor, 4-szer, 5-szer, ugye attól függően, hogy milyen hosszú az üzemanyagcső, milyen állapotban van a karburátorod, mennyire bírja a vákumot, illetve az üzemanyagszűrő lenne a tankban, mennyire van eltövődve, és annak függvényében, hát igazság szerint 3 vagy 4 nyomás után fel kell tennie üzemanyaggal, ami azt jelenti, hogy a karburátor az úgymond indításra készen áll, tehát tele van alul felül mindenhol üzemanyaggal, és 2-3 rántás után az impulzuson keresztül, impulzus járaton keresztül még présel be annyi cuccot neki, hogy a porlasztó szerepen keresztül be tudja nyomni a szívótorokba, onnan a leülőn, illetve a
a forgattyúcsházba és onnan a felemelő csatornán fel az égéstérbe. Ugye ehhez kell az a bizonyos 3-4 berántás, ugye normál esetben. Na most viszont a hátulütője a primer pumpás gépeknek az ez a dolog, hogy nagyon sok a, hát nem mondom, hogy nagyon sok, de van plusz cső, plusz üzemanyagcső, ami meghibásodhat, meg maga a pumpa is meg tud hibásodni. Ugye ez egy olyan pumpa, ezt úgy kell képzelni, hogy amikor szív, akkor szív, amikor nyom, akkor nyom. Tehát a szívó oldalon nem lehet visszafele irányuló impulzus, a nyomó oldalon viszont szintén nem lehet az, hogy most nem nyom, hanem tehát ez egy elég bonyolult rendszer, olyan, mintha szelep zárná a dolgokat. Van is benne egyébként ilyen kis benzináló gumizelep, már amennyire benzináló, ugye a gyári Valbro pumpák azok nagyon jók. Ezek az utána gyártottak, ezek hagynak maguk után némi kívánnivalót. Némelyik olyan, hogy már újonnan nem akar szívni, meg saját magától ugye vákum az eltávozik. Hiába fogod be én csak úgy hívom, hogy a rövid pöcs, meg a hosszú pöcs. Ugye a rövid pöcsön szív, a hosszú pöcsön nyom. A rövid pöcs megy a korbira, a hosszú pöcs megy vissza a tankba. Ez egy ilyen szivattyú rendszer. Na most esetünkben én már átvizslattam a dolgot, mi alatt szétbontottam a gépet, a tankot, mikor szétszedtem, azért megnéztem ott a csöveket, és bizony a sajnálatos módon az a cső, ami a karburátor és a primer pumpa között volt, az bizony megadta magát, tehát ott spiccelt az üzemanyag. Ugye azt tudni kell, hogy amikor a primer pumpával nyomkodod a gépet, akkor valamilyen szinten túlnyomást is gerjesztesz az üzemanyag tankba, és ezáltal könnyebben feljut ugyan a benzin, de ha szar a karbi, akkor hamarabb el is tűnik, mert nem szív a karbi, ugye, hogyha szar. Na most ugye van még itt valami, amit azért mondanám, hogy érdekességképpen, nincs ebben semmi érdekes. Ugye, hát le van plombázva, de ez még a fapados módszer. Ja, hogy miért van leplombázva? Hát kérem szépen. Ez megvan a miértje, hogy miért van leplombázva. Ne nyúkálj hozzá, ne tekergesd el, ne baszogasd el, ennyi. A miértje a dolognak, az viszont sajnos a hátulütője ezeknek a plombázásos karburátor állított sor plombázásának az, hogy egy idő után ugye a plomba már nem enged annyit, amennyit kellene nyitni, ha a membrán megtágul, és úgymond kevés az üzemanyag mennyiség a karburátorban, tehát a belső nyomás nem kielégítő. Egyébként egy Valbro K10-es karburátor, ez egy elég elterjedt típus, és egy nagyon jó kis karbi. Viszont ezeket én el fogom tüntetni innen, tehát ezt szabaddá teszem itt a csavarokhoz való hozzáférést. Illetve a karburátor is fog kapni egy felújító szettet, mert ez így a kinézete alapján is azt gondolom, hogy ráfér. Le fogom nyomás próbázni, illetve első körben letisztítom, letakarítom, egy féktisztító, sűrített levegő, stb. Aztán nyomáspróba, szűrő, tömítések, membránok, tűzszelep, imba. Ha kell, akkor akár még a rugót is kicserélem, de a másfél bárt az viszont így nyáridőben, amikor melegek vannak, ugye, mondjuk úgy, hogy a napi középhőmérséklet meghaladja 20-25 Celsius fok közötti értékeket, akkor ilyenkor érdemes beállítani karburátort másfél bárra. Tehát másfél bár után nyíljon a tűzszelep, ugyanis a melegtől ugye túlnyomást keletkezik az üzemanyag tankba, és bármikor tele nyomhatja zsuttyomba a forgattyús házat. Itt viszont az volt a probléma, a fő probléma, hogy nem volt se túlnyomás, se elégséges üzemanyag ellátás, hála kilökött üzemanyag csőnek, és
túlpörgött a masina, oxigénből kapott bőven, ugye az égésnek egy nagyon fontos tényezője, viszont üzemanyagból, illetve ami a lényeg, kenőolajból, ami az üzemanyaggal együtt áramlik be, ugye, abból keveset kapott, és ennek ez lett az eredménye. Szarrá húzta a dugattyút, megkarcolta a hengert, más alternatíva nincs, hengercsere lesz, komplett hengerszetcsere, illetve még szerintem ezeket a szímeringeket és a csapágyakat is kicserélem, tehát úgymond komplett motor generált fog kapni, karburátor felújítást, plusz még ugye ömlött belőle az olaj, hát hadd ne mondjam, itt van a bűnös, szokásos, egyébként nem csak olajomak, ez szinte minden gépnél betegség, főleg a 20 kornákon, 2-es illetve 3-as szériás kisebb köpcentis, tehát a 50-60 köpcentisig egy nagyon sűrűn előforduló jelenség, amikor a gumicső megkeményedik és zsugorodik, és a műanyag fém blokkház között kis nyílás keletkezik, és azon keresztül az olaj az olajszivattyú mellett simán kijön, úgyhogy az is cserés lesz. Úgyhogy meg leszek vele áldva, de mindegy, meg lesz javítva, ugye halott gép nincsen. Megrendelem az alkatrészeket, amik kellenek hozzá, aztán hogyha minden készen áll a gépnek az összerakásához, akkor jövök vissza és folytatjuk a filmet. Addig is popcorn és Coca-Cola. Szevasztok! Szavaztok. Na. Oleomak. Hol vagy? Oleomak 941. C. Fel van készítve a gép összeszerelés stádiumába, és hát konkrétan most egész délutánom elment itt a előkészületekre. Mindjárt mondom, hogy miért. Miért is? Ugye henger szett cserélve lesz. Igen, itt vannak a kipottyant alkatrészek, ugye maga a henger, a sérült dugattyú, nagyon húzó, vonva, karcoló, plomba, karburátorból kipottyant szépen, ahogy illik. Ez egy protokoll ilyenkor már. Tehát nem is tudom, nem is értem, hogy ezt a szervizben miért nem szedik ki, vagy mi a fasz ennek a jelentősége. Tehát igen, atombeszáradt membránok, üzemanyagszűrő szintén cserés, az összes cső, na azzal aztán becumisztam szépen. Hófehérre ki van égve a gyertya, ugye látszik, hogy túlpörgött a gép, és azt megsínylő csapágyak, illetve szimeringek, csapszeg, zégerek, tehát mondom, hogy mi a helyzet itten. Becsöveztem az üzemanyagtankot. Ott van a dolgom 941-es, ja meg új pumpát is kap, mert az is bármikor kiszakadhat, tehát annyira puha mágumia, nem várjuk meg, nem adunk rá. De ugye volt már 941-esről is volt már videó egyébként, illetve egy ilyen kis egy videóban egy bejátszás, aztán ott panaszkodtam, hogy kurva nehéz a üzemanyag csövet kicserélni. Mondjuk ezt sokan félreértelmezték, azt mondták, hogy a drusba azt mondta, hogy a olajomakot szar javítani. Nem ezt mondtam, ezt kikérem magamnak. Nem mondtam ilyet, hanem azt mondtam, hogy kurva szar befűzni magát a tankot. Tény, hogy maga a tanknak a befűzés ez egy pokoljárás, tehát tartom is magamat hozzá. Aki fűzött már be ilyen tankot, az úgyis tudja, hogy én miről beszélek egészen pontosan. Azt kell tudni, hogy idáig bemegy, idáig addig a falig bemegy a cső,
És csak onnan tudod áthúzni, tehát megvan a speckós eljárás, hogyan tudod úgy befűzni, hogy ne sérüljön meg semmi, meg tényleg a megfelelő vastagságú csövekkel úgy, ahogy az kell. Hasonló egyébként, mint a villanyszerelők, amikor ők is ugye fűznek, húznak-fűznek. Tehát ennyi, ezzel konkrétan többet dolgoztam, hogy ilyen állapotban hoztam az üzemanyag csöveket, meg kapott egy új szűrőt, ilyesmit, tehát mire ezt ilyen állapotban hoztam, a tankot, a becsöveztem, meg a pumpa, meg minden, Isten fasza, az alatt a gépet simán összerakhattam volna szerintem, mert elment vele körülbelül majd egy óra. Játékos, nehéz. Amivel még nagyon megszenvedtem, az a hengerbe lévő rezgés csillapító rugó. Hát ezt meg kellett melegíteni a csavarját, nem is tudom hol van, benne van valahol, faszom tudja. Már kipottyant, jó tóna, szép fehér. Meg kellett tüzelnem, mert egyszerűen baszott kijönni ugye a régi hengerből, nem akart kijönni. Akkor még voltak itt szaftosságok, ilyen csövet nem kaptam, úgyhogy ezt speciális ragasztóval beragasztottam, szabasz, kész. Ez olyan, mint a nyomorúság, örökös lesz, tehát innen majd csak kitépni szabad, lehet. De bízunk benne, hogy túléli. Mi volt még? Karburátor, ugye mondtam, hogy felújítottam, igen, plombát ki, ott vannak a csavarok, csimál, gyönyörűen hozzá lehet férni. És itt van a, ja, még a másik fel a szimeringe. A gyerekek, ezt a méret, annyira extrém ez a méret, főleg Vitonba, kurva nehéz volt beszerezni. Hát a harmadik csapágy szaküzletbe kaptam csak. Tehát ez három bótba jártam, három bótból szedtem össze a két szimeringet. Nem volt egyszerű. Itt van a kettő darab. SKF. Nem fog. SKF RS2-es csapágy, ugye ezeket. Hivatalosan 50 ezres percenkénti fordulatra vannak, nem akármilyen csapágyak, tehát baszott jó csapágy, illetve maga a hengerszett, ami majd a gép fel fog kerülni, nem más, mint egy kínai, utána gyártott, ugye költségvetés ezt engedte meg. Egy Farmer Tech, ami ki se akar jönni, így egy kézzel, az meg ennyit bénázni. Nem, hogy van ilyen nagy hasam. Ez. Ja. De benne van a cuccos. Megnézzük. Kompresszió gyűrűk. Ki fogom borítani, nem picsázok el. Így néz ki, krómozott, sima krómozott hengerfal. A kis piros nylon zacskó volt benne, az égerek vannak ugye. Ez pedig a dugattyú és a csapszeg. Úgyhogy ennyi. Itt minden elő van készítve, gyakorlatilag a gépet már csak össze kell szórnom, de az a gondom, 8 óra, péntek este, és nekem már készülnem kéne az élő műsorra, amit biztos sokan vártok. Úgyhogy, na most lehet, hogy össze fog folyni a két videó. De lehet, hogy leállítom majd ezt, aztán majd hónap reggel visszatérek rá. Nem is rohadt fáradt vagyok, nincs is nagy kedvem most ehhez. Egész délután elbasztam a, még egyszer elmondom a neki készülődéssel, meg persze voltak nálam, rengetegen jöttek, mert ugye szombat, vőző péntek, kiégettem a kipufogót is, ez is ki van pisztítva. Itt a folytás, ilyen a folytás. Potyog a kezemből a szajré. Ezt is leperzseltem, lemostam, hát enyhe korom réteg még maradt rajta, de legalább jó volt, ez szebb, meg tisztább. Tömítő és alumínium lapka. Hővédőlemez, vagy mi a faszom ez. Na, gyerekek,
Ennyi, oleum a 941C. Szerintem nekiállok, azt jutok, ameddig jutok, fél 9-ig csinálom, aztán ha megunom, úgyis leülök, aztán beszentem a sört és indítom a live-ot. De addig is szóljon a zene, aztán kezdjük. Hát, eddig jutottunk a mai este folyamán, szépen lájtosan, komótosan, fent van a kipufogó, bent van a blokk, felkerült a lentkerék, úgyhogy végül is félúton vagyunk, mondhatni, de én most ezt itt félbeszakítom, aztán megyek, indítom a live ott. Mert már forrong a nép, úgyhogy nappali fénybe folytatjuk szerintem, holnapi nap folyamán. Na gyerekek, ugye itt hagytuk abba tegnap a live indítás előtt, ilyen állapotban. Sikerült hozni a gépet, hát folytattam akkor a legózást, úgyhogy nyomassuk is, nem pöcsölünk, mert mindjárt este van megint, aztán szeretném még ma hallani a hangját. Fiúk és lányok, összeállt a kicsike, oleum a 941C, ő is magára talált, hát azt mondom, hogy megérte, szenvedés, én nekem nagyon tetszik, már mint maga a gép is, meg az is, ahogy sikerült, tehát azt láthattuk, ugye itt most volt ez a kis bejátszás, hogy járattam, ugye alapjáraton szoktam járatni ilyenkor, ugye új hengerszett, nyers, új csapágy, szimering, minden, hát érnie kell a motornak, mire
mire besimul, úgymond, és ahhoz pedig az a alapvető dolog az, hogy egy pár tankot finoman, ha más nem, alapjáraton, meg közben néha kicsit használjuk a gépet, de semmiképpen se dobjuk be rögtön a mély vízbe, ez az én hitvallásom. Aztán ezt felől gondol mindenki azt, amit akar. Láthattuk, hallhattuk, gyönyörűen jár a motorja neki, ugye nem falsol egyetlen sehol se, tehát megérte vele a kínlódás, új üzemanyagcsöveket befűzni, pumpát cserélni, karburátor feljavítani, az új szimeringek, stb. Nem tudom, milyen hangja volt annak előtte, mert ugye el se indult. Hát én ugye a kipufogót kiégettem, egy kicsit megnyitottam az én nyílásokat, ugye le volt kormolódva. Nagyon szépen veszi a fordulatot, minden kurva jó, úgyhogy tetszik nagyon, szerintem a gazdájának is tetszeni fog. Mit akarok még mondani? Hát volt lánccal is volt szenvedés. Nem tudtam teljesen kireszelni úgy, ahogy illik, mert hogy ismerjük ezt a szokásos 60-70 fokban kihegyezett, úgymond láncélezésnek titulált 70 fokban kihegyezett láncokat. Hát egy kicsit, kicsit másfél milliméter mindegyikből le kellett szednem, de így én se 35 fokba tudtam reszelni teljesen. Nem, illetve nem tudtam visszareszelni 35 fokig, de hát meg a mélységhatárlót utána szedni, de jó lesz, akad. Egy-kettő próba vágáson már túl van ilyen kis fenyőgerendába. Gyönyörűen megy. Úgyhogy fasza lett nagyon. Mit nem mondtam még el? Ja, hát ugye innentől fogva megint azon múlik, hogy mit kap majd a gazdájától, meg hogyan. Plombázás a karburátoron, amit még évekig én nem fogok tudni hova tenni, mi ez ennek valódi értelme. Szerintem az egész probléma az ott kezdődhetett el, ugyanis ugye végletekig ki voltak tekerve már az üzemanyag állító csavarok, már amennyire a plomba engedte, és miután én ugye eltávolítottam a műanyag, illetve az alumínium záró dolgokat, annak utána így jó, hogy oké, új henger szett, tehát lehet, hogy több cucc kell neki most még, de így is, hogy másfél fordulatot mind a két csavaron kijebb kellett még tekerni, hogy normális legyen a gázreakció, ne pörögjön túl, egyenletes alapjárat, ugye, tehát eljön ez az idő, amikor a plomba úgymond megölheti a gépet, nem tudod beállítani tőle, és kénytelen. Az ember ilyenkor finoman eltávolítani, ennek még időbe oda kell figyelni rá, erre a dologra. Ugye nem mindenkinek van hozzá műszaki adottsága, persze nem is kell, csak itt most az amatőr, vagy pedig a médium szintű szerelőknek is, ugyebár lehet, hogy azt gondolják, hogy minek mondok ilyen hülyeséget, de figyeljetek oda rá ti is, srácok, hogy ilyen bármilyen gépet visznek hozzátok, ilyen 6-7-8, vagy akár 9-10 éves gépet, és még rajta van ugye a karburátoron a plomba, akkor az nem elég. Kitekered a csavart, amennyit a plomba enged, aztán jó az úgy is. Ezt el kell távolítani, hogy megelőzzük a bajt. Ugye a hengerszett, az a farmertekes hengerszett, szerintem nagyon ott van. Nagyon jó a kompresszió ez idáig, de az ugye még fog simulni, tehát még fog majd változni elvileg jó irányba. Annyi, hogy innentől fogva, hogy a 40-es keveréket
lesz érdemes használni ebbe a gépbe, tehát az 50-est azt inkább hanyagoljuk, ezt majd a tulajnak én el fogom szépen mondani. Mégis csak egy utána gyártott hengerszett van a gépen, ami a gyári minőséget hát nem hozza, de nagyon jó kis hengerszett. Itt meg a kipottyant alkatrészek, és megmutatom még egyszer. Utoljára. Na fiúk és lányok, én most búcsúzok, még ugye hátra van a szokásos vágás teszt. Előtte majd még járatom a gépet, aztán utána, ha úgy gondolom, hogy oké, akkor belevessük a mély vízbe, úgyhogy hátul találkozunk, addig is szevasztok. Na gyerekek, hogy elbúcsúztam az előbb, de hát másnap van és túl vagyok a második tank üzemanyag kiáratásán a géppel. Nagyon szépen kezd összeérni a kis motorblokk benne. Lehet látni egyébként itt egy árulkodó olajfolyás kipufogón, ugye, ami ugye nem baj, ilyenkor még alapjáraton petyörög, közben odahúzok neki, néha vágok vele. Két tank kiment belőle, kezd nagyon szépen összesimulni a hónolás a hengerfalon, szerintem a dugattyűgyűrűkkel, úgyhogy annyit akarok még, hogy egy kompressziót fogok mérni, aztán megyünk hátra, és tényleg leteszteljük, hogy mit tud. Bár sajnos kemény fám elfogyott, így hogy puha fába fogom tesztelni, de szar mindegy, én azt gondolom, száraz fa szépen viszi a kemény fát is biztos majd, de most puha fát fog kapni. Na nézzük azt a kompressziót. Ahhoz, hogy meg tudjuk mérni, hozzá kell férnünk a gyertyához. Eltávolítjuk a légszűrőpedelet. Gyertyapipa szintén le. Gyertyakulcsom az, meg a fasz se tudja érteni. Akad a gyertyakulcs a bordák között. Lehet, hogy nem ártana neki a vékony fejű gyertya. Bár ebben a menetben nem is tudom, hogy létezik-e olyan. Lehet, hogy jó nagy hülyeséget mondtam. Gyátó. Lengyel-japán. Idáig még nem baszott át. Faszán, feszesen beletekerjük. Egyébként fél angyos a motor, tehát ugye jó 10 perc állítottam meg. Vágtam vele. Tehát nulla. Fél gáz, nézzük. Na, én azt gondolom, hogy ez az eredmény, az meg egy Farmer Tech-es hengerszettől, az nagyon nem rossz. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni. Hát ez akárhogyan nézzük. Ez bizony 12 bar. 11,5-12. Ez teljesen jó. Sőt, meglepően jó, én ilyen 10 körülére számítottam. Még egyszer mondom, Farmer Tech. A Miklósnak a Fuxi kaszáját, ugye emlékeztek rá, fel lett újítva. Kapott egy Strauss fűkaszáról lepottyant hát újszerű állapotú karburátort, illetve egy Strauss fűkaszáról lepottyant
szűrő nélküli, katalizátor nélküli kipufogót, illetve az is kapott egy ilyen farmertekes 44 mm 52 cm-es hengerszettet, és éppen tegnap mondta a kollega, mármint a Mikulásunk, tegnap dicsekedett, tegnap előtt volt nálam, és mondta, hogy úgy megy a kasza, mint az ördög, hogy ez bizony azt mondta, hogy soha nem ment még így, tehát megtáltosodott, úgyhogy fasza lett a fuxi kasza is, a farmertekkes hengerszettel, meglepő. Úgy látszik, kezdenek a kínaiak is magukra találni, jobb a minőség terén törekednek a tényleg a jó irányba. Na, olaj a makkocska 941, összerakva, bejáratva 12 bar kompresszió, farmer tekkes hengerszette. Szerintem a gyár is se tud sokkal többet. Megyünk hátra, aztán kicsit megpicsázzuk.